borverseny, kiválasztották a város és polgármester borát. Meghosszabbították, július 31-ig várják a szavazatokat. Muzsikál az erdő, fajzat pusztán zárultak a programok. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, július 12-e van, érkeznek a térség legfrissebb hírei. Szürke barát és muszkát otonál cserszegi fűszeres küvé lett idén a város és a polgármester bora. Idén 9 borászat, 26 bora versenyzett a városbor választáson, ahol a mintákat egy szakmai, illetve egy társadalmi zsűri bírálta. A megtisztelő címet a Bárdos és fia pincészet, valamint az Ákos pince nyerte el. A győzteseknek járó elismerést július 24-én szombaton adják át a Mátrai Bornapok rendezvényén. Ismét ringbe szálltak a vidék borai, hogy elnyerjék Gyöngyös, illetve a város polgármesterének bora címet. Régi hagyomány a városban, hogy a hegyközséggel közös felhívásra a környék arany és ezüstérmes borait várják a versenyre. A kóstolón fehér borok versengtek, idén 9 pincészet nevezett, a zsűritagok pedig 26 bor minta közül választották ki a két legjobbat. A városbor idén egy gyönyörű szürke borát lett, egy Pinot Grigio a Bárdos pincészetből. A illatosabb kategóriába pedig Ákos, Holló Ákosnak a bora, a bodzás, amely egy muszkátotan elcserszegi fűszeres házasítás, egy kellemes, iható, pici maradék cukorral rendelkező, nagyon-nagyon népszerű, populáris bor. Azt gondolom, hogy népszerű lesz majd a bornapokon is. A városvezetőnek több bor is elnyerte a tetszését, azt mondja, nehéz volt a választás, hiszen kiválóak a mátrai borok, és örül, hogy minden évben olyan minőséget produkálnak a pincészetek, amiből büszkén választhatnak városbort, illetve a polgármester borát. A szakmai zsűri elnöke is kiválónak ítélte a borokat, és elégedett volt a végeredménnyel, hiszen egyöntetű volt a végső vélemény. Én azt gondolom, hogy a 26 tételből talán, hogyha egy volt olyan, ami minőségben kicsit gyengébb volt, de az összes többi az mind a fajta jelleget, mint pedig a kategóriát nagyon szépen hozta. Úgyhogy szerintem minél több ilyen tiszta borra lenne szükség, és az, amit a borvidék szeretne közvetíteni, hogy könnyű, jó ívású borok vannak. A társadalmi zsűriben először foglalt helyet Mező Dorottya, vagy ahogyan sokan ismerik Miss Mood, aki megtiszteltetésnek vette, hogy részt vehetett a pontozásban. Az énekesnő két bornak is feljegyezte a számát, ami elnyerte a tetszését, hiszen mint ahogy korábban, most is vakon választották ki a két győztes bort. Nagyon szerencsések vagyunk itt Gyöngyösön, illetve a Mátrában, hiszen a mátrai borvidéknek a borai, én azt mondom, hogy kimagaslóak voltak, még így is, hogy több bort kellett pontoznunk, de így is azt mondom, hogy a legalacsonyabb pontszám is az ezüstérmes alá nem ment. A borok kedvelői a júliusi városi bornapokon kóstolhatják a győztes nedűket, és mellettük több kiemelkedő bor közül válogathatnak majd. Több baleset is történt ma délután térségünkben. 3 óra után a 24-es számú főúton Mátrafürednél két jármű ütközött össze, melynek következtében 5 személy megsérült. A rendőrök teljes útzárnál helyszíneltek, majd félpályán megindult a forgalom. Az M3-as autópályán Nyíregyháza felé Gyöngyös-Halász térségében pedig egy kis teherautó és két személyautó ütközött össze nem sokkal később. A gyöngyösi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Ennek idejére torlódás volt, a forgalom azóta újra megindult. Meghosszabbították a részvételi költségvetés szavazási határidejét. Július 11-e helyett a lakosok július utolsó napjáig adhatják le voksaikat a számukra 3 legszimpatikusabb ötletre. Jelenleg 3 egyenként 2 millió forint becsült költséggel rendelkező javaslat kapott több mint 100 szavazatot. Ha ez így marad, akár mindhárom terv megvalósulhat, hiszen a részvételi költségvetés kerete összesen 6 millió forint. Az összesen 110 beérkezett javaslat leszűkítése és engedélyezése után 38 ötlet került fel a város honlapjára, amelyek közül minden lakos 3 tervre adhatja le voksát. Manapközben az első helyen a távolugró pálya létrehozása áll, de hasonlóan sok szavazatot kapott a street art projekt és a különböző helyszínek akadálymentesítése. A 6 millió forintos keretből az előzetesen becsült költségek alapján akár mind a 3 ötlet megvalósítható. Ám a sorrend még nem végleges, hiszen meghosszabbították a szavazást határidejét. Elég sok szavazat jött egyébként az elmúlt napokban, megduplázódott a szavazatoknak a száma, de azt is érezzük, érzékeljük, hogy nagyon sokan még mindig nem értik igazából, hogy mit is jelent a részvételi költségvetés. Ugye ez olyan projekt, ahol a lakók küldtek be javaslatokat,
és most pedig ebben a szakaszban ezekre a javaslatokra lehet szavazni. Minden lakosnak ugye 3-3 szavazata van. A szavazáshoz adóazonosítójára van szükség. Július 31-e után számításokat végeznek, hogy a kivitelezés pontosan mennyibe fog kerülni. Miután megtörtént az összesítés, utána kezdődik a megvalósítás, aminek az ideje, módja nyilván függ a javaslat lényegétől. Valamit szinte azonnal meg tudunk valósítani, valamiért mondjuk tervezés, előkészítés kell, egyeztetés példajavaslattevővel is, az picit hosszabb idő lesz, de mindenképpen ebben az évben megvalósítjuk. Kárpáti István azt mondja, bár nagyon kevés településen működik részvételi költségvetés, a lakosok szeretik, így ha teheti, a következő években is szorgalmazni fogja, hogy a gyöngyösiek dönthessenek bizonyos beruházásokról. Dübörög az ingatlan piac, azonban több nehézséggel is kell számolnia annak, aki például házat szeretne vásárolni. A magas építőanyag árak mellett az ingatlanok ára is emelkedett térségünkben, átlagosan akár 10-12%-kal is. A család és lakásfelújítási támogatásoknak köszönhetően élénk a piac, a legtöbben a felújításra váró családi házakat keresik Gyöngyösön, de népszerűek a nyaralók is. Több mint 80 ezer ingatlan cserélt gazdát országszerte az elmúlt fél év során. A különböző család- és lakásfelújítási támogatásoknak köszönhetően a piac rendkívül élénk, azonban az ingatlan vásárlások felpörgése megnövelte az árakat, mondja ezt az egyik gyöngyösi ingatlan közvetítő iroda vezetője. Újvári Rita szerint a piac rendkívül gyorsan változó, és a kereslet is nagy, de az itteni áremelkedés jóval alacsonyabb, mint a fővárosi vagy a balatoni ingatlanok esetében. A lakásoknál stagnál vagy kismértékben változik az ár, tehát egy olyan 3-8%-os ingatlan ár növekedést látunk ebben. Agglomerációban viszont már ettől egy kicsit több, Gyöngyös és környékén, amit mi látunk, tehát ilyen 10-12%-os árnövekedést is látunk. A támogatásokat sokan új ingatlan építésére használják fel, ezzel szemben Gyöngyösen és környékén az emberek inkább felújítanak. Azonban a folyton változó árak miatt van, aki megakadhat a munkálatok közben. Újvári Rita szerint a jelenlegi körülmények között nagy segítség lenne egy ingatlan szakértő. Ingyenesen ugye ezt meg tudja nézni, és elő tudja minősíteni, hogy valóban az az ingatlanra föl lehet-e venni. Ne akkor álljunk ott, amikor még esetleg a térképre rá kell rajzoltatni, vagy nem is lehet sokat felvenni. És mivel ennyire gyorsan változik a piac, ezért elkerülhetetlen az, hogy megnézzék az ingatlan szakértővel is, hogy akkor mikor érdemes venni, illetve mikor érdemes eladni, illetve mennyiért. A lakások és a kertesházak mellett rendkívül népszerűek a nyaralók is, így sokan vásárolnak ilyen ingatlant például a Markazitó környékén, valamint Parádon is, mondta el az iroda vezetője. Vasárnap Gyöngyöstarjában Fajzatpusztán zárultak a Muzsikál az Erdő programjai. A nap tájfutó versennyel kezdődött, de volt ringató foglalkozás és erdei divat bemutató is. Bemutatkoztak ifjú zenei tehetségek, a napot pedig a Dűvő zenekar és a Nógrád tánc együttes műsora zárta. A Mátra térségében 9 napon keresztül 9 helyszínen muzsikált az erdő. Vasárnap a programsorozat záró rendezvényén Szabó Lajos, a Muzsikál az erdő megálmodója elmondta. Lelkesen készültek és elégedettek, mert minden, amit elterveztek, megvalósult. Külön öröm, hogy akik ellátogattak a programra, ki tudtak szakadni a mindennapi taposó malomból, és lassabb, pihenősebb tempóba kapcsolhattak át. Én azt láttam az ide a résztvevőknek az arcán, legyen az gyermek, vagy éppen egy idősebb nagymama, nagyapa, hogy élvezik ezt az igazi testi-lelki feltöltődést, amit itt kapnak, és átérzik az egész Muzsikál az Erdőnek a jelentőségét. A rendezvény idén ünnepli a 18. évfordulóját, ezért szimbolikusan, hogy a rendezvény nagykorú lett, egy meglepetés tortát adtak át a szervezőknek. Délután a fesztivál résztvevőiből verbuválódott csapat mutatott be újrahasznosított anyagokból, farmerekből, függönyökből és terítőkből készült ruhákat. A farmer az, ami a legkörnyezet szennyezőbb, és úgy gondoltam, hogy egy farmert, tehát mindenkinek a szekrényében van 5-6 darab farmer, ami kiment a divatból, vagy lyukas, és ott van a szekrényben, hogy majd jó lesz valamire, és az ott is marad.
Ezeket a kidobásra szánt farmereket és anyagokat gyűjtik össze, és használják fel újra a Réti Feső munkatársai. De találtunk a standnál például kávékapszulából készült fülbevalót és függönyből vart mennyasszonyi ruhát is. A színpadon pedig a napot a Tűvőzenekar és a Nógrád Táncegyüttes műsora zárta. Jó hangulatban telt a Vidrúcki Néptánc Együttes családi napja. A Mátra Művelődési Központ előtti téren kalocsai és szatmári táncokat adott elő az együttes. Bemutatkoztak a gyerekcsoportok új oktatói, Patócs Donát és Aranyos Norina, akik moldvai és eszközös táncokat tanítottak a kicsiknek. Ombódi András együttes vezető köszöntötte a közönséget, aki azt is elárulta, hogy jövőre kerek évfordulót ünnepel az együttes. Az együttes 2022-ben 60 éves lesz, ha megéljük, és ez már annak az előszele, ha lehet ilyet mondani, ez a kis imásfilm, ami szerintem nagyon jól sikerült, nekünk nagyon tetszik, remélem önöknek is, ezt majd nagyon sokszor fogják önök látni a jövő évben. Ezzel fogjuk fölvezetni minden programunkat, és ezzel fogjuk majd promotálni a programjainkat. 2022-ben sok-sok apró program, majd pedig november végén egy hatalmas műsorral szeretnénk megünnepelni az együttes 60 éves évfordulóját. Ezután bemutatkozott az utánpótlás csoportok új oktatója, Patócs Donát és Aranyos Norina. Nagymamám nekem alapítottam volt itt 1962-ben a Vidrovszki Néptánc Együttesben, aztán édesapám is itt táncolt gyerekkorától, és aztán én is itt kezdtem 6 évesen a táncos pályafutásomat, és itt nőttem föl Szabó Zoltán, Jaros Nagy Nikolett és Nagy Adrien kezei alatt, és aztán innen vezetett az utam, én már nagyon korán elhatároztam, hogy komolyabban szeretik foglalkozni a néptánccal. A két fiatal táncoktató táncba is hívta a közönséget, elsőként az Ördög útja nevű körtáncot mutatták meg. Na még egyszer, jobbra! Na még egyszer! Egy, két, és dobban! Bal, bal, és dobban! Ezután következett a magyaroska és a horatánc. Forgatni fogjuk a lányokat. Fiúk jobbra csárnással kezdenek. Kettő jobbra és kettő balra. Kettő jobbra és kettő. Na még egyszer ugyanez. Kettő jobbra, kettő és szembe vele. És visszaforgatjuk, és megyünk előre. Egy, két, há, négy, és hátra, két, há, négy. A rendezvény célja az volt, hogy a járvány után újra összehozza a táncosokat, valamint hogy tagokat toborozzanak a szeptemberben induló gyerekcsoportokba. A kicsik magukra ölthették a népviseleteket, a szatmári táncok után pedig azt próbálhatták ki a vállalkozó kedvűek, hogy milyen kendővel, kalappal és bottal táncolni. Egyik, másik, szuper! A Parafa úszóklub ifjú tehetség az Olaszországban rendezett Junior Európa bajnokságon is bizonyította tehetségét. A 400-100 méteres mixet gyorsváltó tagjaként bronzérmet szerzett a csapat. Magda Boldizsárral a verseny előtt a hazai rendezésű Parafa úszóklub eseményen beszélgettünk az esélyekről. Van egy főszámom, ugye a 100 méter gyorsúszás, és volt egy tét, hogy ki szerettem volna jutni az ifjúsági Európa-bajnokságra, ami Rómában kerül megrendezésre, és oda szerettem volna kvalifikálni magamat, és ahhoz kellett úszni egy olyan időt, ami a ifjúsági korosztályban a negyedik helyezés, és ez lebegett a szemem előtt, mind amikor edzettem, mind amikor fölkeltem, lefeküdtem, és sikerült elérnem. Boldizsár edzője Vaszkó Viktor a verseny előtt optimista volt, és bízott abban, hogy akár sikerülhet az éremszerzés is. Ahogy beszélgettük a Rajnák Gyuri szövetségkapitánnyal, ő váltóba számít rá, ugye ő még csak serdülő, azt mondta, hogy az első hatba benne lett a váltó. Azt jó eredménynek tartod? Szerintem igen. Igen. Boldizsár ebbe a váltóba hol úszik, mert gondolom az is fontos. Azt még nem tudom, én szeretném, hogyha elsőnek úszna, mert ha az első úszik, akkor az hivatalos a eredménye, és hát most megcélozzuk a világkristorok az országos csúcsát, hogy hát annak tudja dönteni. A Rómában rendezett Európa-bajnokságon a 400 méteres gyorsváltóban az orosz csapat lett az első, a második helyen az olaszok végeztek. A magyar csapat tagjai Mészáros Dániel, Pádár Nikoletta, Ugrai Panna és Magda Boldizsár 3 perc 31 másodperc 85 század másodperces időeredménnyel a harmadik helyen ért célba.
Júniusban közel 13%-kal volt magasabb a kiskereskedelmi forgalom, mint 2019 azonos hónapjában az online kasszák adatai alapján. Az élelmiszert és iparcikkeket árusító boltok forgalma több mint 20%-kal nőtt, az üzemanyagoknál 11%-os a bővülés, a vendéglátás pedig 5%-ot meghaladó forgalomnövekedést ért el. Korlátozottan lesz elérhető több értékesítési és ügyintézési folyamat július 24-e és 28-a között a Vodafone Magyarországnál, mivel megújul a mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek kiszolgálása, közölte a vállalat. Az ügyintézési szünet mintegy 3 millió ügyfelet érint. Az esedékes mobil szolgáltatással kapcsolatos díjbefizetéseket banki átutalással és postai csekkbefizetéssel lehet rendezni. Az aktuális végén pedig érkeznek újra a legfontosabb hírek, de csak röviden. Borverseny, kiválasztották a város és polgármester borát. Meghosszabbították, július 31-ig várják a szavazatokat. Muzsikál az erdő, fajzat, pusztán zárultak a programok. Köszönjük szépen a figyelmet, további jó tévénézést kívánok mindenkinek, szép estét, viszontlátásra!